Az aláírásgyűjtést Szlovákiában a Magyar Közösség pártja koordinálja. Az Európai Unió közel 60 millió polgára az őshonos kisebbségek valamelyikéhez tartozik. A polgári kezdeményezés célja egyes kisebbségi jogaik uniós törvénybe foglalása. A cél az, hogy egy jogi norma szülessen az Európa Unión belül, amely védni a nemzeti közösségeket, elsősorban a nyelvhasználat, a kultúra, az intézmény fenntartás és a közéletbe való bevonás területén. Ez az a négy, ami a legfontosabb talán ahhoz, hogy az asszimilációt lassítsuk és megállítsuk és megfordítsuk, és ehhez egy Európai Uniós jogi norma nagyon is segítene. Látjuk, hogy az Európai Bizottság nem boldog ettől a témától, húzódszkodik tőle, de amennyiben ez 1 millió aláírás is összejön, az olyan megfelelő súllyal fogja szerintem ezt a témát képviselni. Dunaszerdahely polgármestere is fontosnak tartja a kezdeményezést. Hájos Zoltán hangsúlyozta, hogy a Csallóköz központja a magyarság fellegváraként már többször az ilyen jellegű kezdeményezések mellé állt. A felvidéki magyar közösség számára azért is fontos, hogy a közösségünket érintő kérdésekben nyomatékosan tudjunk fellépni, illetve azokat az igényeket, amelyet nemzeti kormányok szintjén nem tudunk elérni, azt az Európai Unió szintjén meg tudjuk valósítani, például az önkormányzatiságra gondolva, hisz tudjuk azt, hogy Felvidéket is érint, illetve hát Dél-Szlovákiát is a természetes asszimiláció, és én hiszem azt, hogy fontos ezzel a témával Európai Unió szintjén foglalkozni, nem csak a nemzeti kormányok szintjén, de az Európai Unió szintjén is. Az ünnepélyes eseményen Görözdi Zsolt dunaszerdahelyi református lelkész szintén kézjegyével látta el az aláírásgyűjtő éveket. A református egyház, amelynek én tagja vagyok, körülbelül majdnem 500 éve gyakorolja ezt a fajta önrendelkezési jogot, amikor is az alulról jövő kezdeményezés és a helyi kompetenciák nagyon fontosak. Ehhez vagyunk hozzászokva, és egy ilyen kérdésben is, mint a nemzetiségi kérdés, természetesnek tartjuk, hogy érvényesítsük azt a lehetőséget és jogot, ami éppen adatik, és hogyha a FUEN éppen ezt elkezdte, akkor abba szívesen magam becsatlakozom, és gondolom, hogy a hozzám hasonlóan gondolkodó emberek is. Az aláírásgyűjtéssel kapcsolatban minden bizonnyal a dacszurkolók sem lesznek közömbösek. Bögi Róbert vezérszurkoló jelenlétével és aláírásával nyomatékosította a támogatását. Gyerekkoromtól kezdve érdekel ez a téma, mert ez a mi témánk, ez a mi sorsunk, és a mi kezünkben van. Ha lehet érte tenni valamit, akkor miért ne tegyünk? A mérkőzéseken egy szurkoló sosem politizál, de mint szurkoló a magánéletben mindig a kisebbségi lét, kisebbségi helyzet, kisebbségi magyarság érdekeit is kell, hogy képviselje. Egy nemzetrészését, nemzet együttélését egy házassághoz tudnám hasonlítani, ahol nem csak kompromisszumok kellenek, hanem az egyik nemzet a másik felé meg kell hagynia a saját autonómiáját, meg kell hagynia a szabadságot, a nyelvi szabadságot, a kulturális szabadságot az élet minden területén. 2018. március végéig az Európai Unió legalább 7 tagországában több mint 1 millió aláírás összegyűjtésére van szükség. Szlovákiából legalább 7500 kell, a szervezők azonban 50-70 ezer aláírásra számítanak. Amennyiben a kezdeményezés sikeres lesz, az Európai Bizottságnak véleményt kell formálnia arról, hogyan folytatja az indítványozott jogok megformálását.